Néhány kattintással az úti célpont és a szálláshelyek is fellelhetők szinte ugyanazokon az oldalakon. A foglalások 80%-a neten történik az egyes szállodai kategóriákat illetően, a legtöbben a háromcsillagos szálláshelyeket keresik. Nem árt vigyázni, mert a szálláshely közvetítő oldalak garanciát és minőséget nem vállalnak a szálláshelyek színvonalát illetően. Ezeken a internetes szállásfoglaló oldalakon megtalálható a szállodáknak az elérhetősége. Menjenek rá arra az internetes oldalra, ugyanúgy ülve otthonukból meg tudják nézni, és a szállodának a honlapja azért sokkal, hogy mondjam, valódibb képet mutat, és az ott feltüntetett árak, az, hogy mit tartalmaz a szolgáltatás, sokkal valósághűbbek, és hogyha azon keresztül rendeli meg a szállást, illetve az utazást, akkor viszont a szálloda tartozik felelősséggel. Európában 16 ország 28 ezer szállodát minősít egységes szabályrendszer alapján. A Hotel Stars egy minőségi rendszer. A szállodacsillagoknak biztosítaniuk kell azt, hogy a vendégek megkapják, amire befizettek. 270 kritérium alapján vizsgálják a szállodákat, ami egy nagyon szigorú rendszer. A vendégeknek biztosítani kell a széfet, az értékeik véget. Ez a szállodának is jó, a vendégnek is jó. És ez kifejezetten laptop szép. Nyíregyháza egyik 4 csillagos szállodája ezért is pluszpontot kapott a minősítéskor. A tulajdonos megmutatta, hogy a szobák igényes berendezését, az ágyak elhelyezését, a matracok vastagságát, de még a hotel dekorációt is vizsgálják a Hotel Starsban. A csillagokat nem elég megszerezni, minden évben meg is kell tartani azokat. Szúrópróbaszerűek ezek az ellenőrzések, úgy hívják őket a Szálloda Szövetségen belül, hogy mystery shoppingok. Ezeket tartják, titokban, inkognitóban érkezik az adott vendég, akiről ugye nem tudjuk, hogy csak annyit tudunk, hogy egy szimpla vendég, de tulajdonképpen ő az ellenőr, és különböző próbáknak veti alá a szállodát, illetve a szálloda minden részlegét, a recepciót, az éttermi dolgozókat, a konyhát, a szobaasszonyokat. Mondjuk egy idő után már lehet sejteni, mert túl sok kívánság van általában ezeknek a vendégeknek, de mindez titokban zajlik, tehát általában nem tud a szálloda arról, hogy mystery shopping alatt áll. A védjegy minősítést 4 évre kapja meg a szálloda. A szálláshelyeknek egyébként nem kötelező használniuk a csillagokat, ha nem szeretnék minősítetni magukat. Vagy használhatnak tetszőleges jelzéseket is. A falusi vendéglátóhelyeken a napraforgók magyar védjegy.